Köszöntöm kedves nézőinket, Alexandra Manéa vagyok. Önök a Tolnatáj Televízió Dombóvári magazinját látják. A következő témákkal készültünk. Reisinger Máté és Halmai Dániel az U20-as kosárlabda EB csapatban. Kötélugró Európa bajnokság. A Jumpers Dombóvári KSE eredményesen szerepeltek. Halmai Dánielre és Reisinger Mátéra okkal lehetnek a dombováriak büszkék, hiszen a Dombovári Kosársuli Kosárlabda Egyesület korábbi két nevelésű kiválósága is tagja volt az U20-as Európa bajnokságon résztvevő magyar válogatott 12 fős keretének. Halmai Dániel kiskora óta megállás nélkül kosarazik, 2024 nyarán már a Paks csapatát erősíti. Én már óvodában is igazából kosaraztam, szóval én óvi kosárra is jártam, amit még nem lehet teljesen kosarlabdának nevezni, de már akkor is kosaraztam, és azóta igazából megállás nélkül, és legfőképp apukám miatt, mert ő is magas szinten kosarazott, és innen jött a játék. Végigjártam az összes korosztályt, a junior korosztályokat, meg kadett, minden korosztályt. Juniorban már átmentem Kaposvárra, ott játszottam, és akkor ott játszottam Kaposváron először az NB1 átsportos meccsemet, úgyhogy ott kezdtem a profi karrieremet. Nem elég csak a tehetség, szóval nagyon sokat edzettem, mert még fogok is, és kell is, meg alázattal kell csinálni, mert szerintem anélkül nem működik. Mindent úgy próbálok csinálni, hogyha néznek, akkor egy példa is leessek, főleg itt a dombovári, akik a dombovári kosársuliba játszanak, mert ugye én is így kezdtem, és én is voltam akkora, mint ők, szóval próbálok mindent úgy csinálni, hogy egy minta lehessen, vagy egy példa. Az irányító játékos azt is hozzátette, hogy mi a feladat a meccs közben. Nálam van a labda, én úgymond én szervezem a játékot, nekem kell irányítani a többieket, segíteni nekik is, ha úgy van, úgyhogy nagyon sokféle dolgot kell csinálni a pályán, meg a pályán kívül is. Most Paksra igazoltam, ott minél többet szeretnék játszani, minél többet fejlődni, meg minél többet tanulni az idősebb játékosoktól. Úgyhogy most ez a célom, hogy minél többet a pályán töltsek, és minél többet tudjak segíteni a csapatnak. Halmai Dániel elmondta, hogy hogyan készültek az Európa-bajnokságra. Ugye vége lett a szezonnak Kaposváron, és utána ilyen 4-5 nap pihenő volt, és mentünk is az edzőtáborba, ami Fehérváron volt, és ott 5 hetet készültünk. A felkészülésben voltak felkészülési tornák, szóval jártunk Bulgáriába, Portugáliába, ott is játszottunk edzőmeccseket, és utána mentünk ki az EB-re, ami 10 nap volt. Viszonylag csapatszinten jól sikerült, mert ugye tovább jutottunk a csoportból, és így 8-ba kerültünk, és végül 6. helyen végeztünk. De szerintem az jó dolog, hogy nem sérült sem, vagy nem történt semmi sérülés se a csapaton belül, se a tornán, és nem tudok róla, hogy ilyen nagyon nagy sérülés lett volna, és azért szerintem ez jó dolog. A fiatalabbaknak üzennék, akár nem tudom, U11 vagy még lejjebb is, hogy minél többet dolgozzanak, és hogy higgyenek benne, szerintem az a legfontosabb. Reisinger Mátét kérdeztük, aki szintén U20-as magyar kerettagként vett részt az Európa-bajnokságon, hogy mióta játszik a sportágban. Labdajátékot mindig is nagyon szerettem, de a kosárlabdát 3. osztályos koromban kezdtem el. Nekem is apukám kosárlabdaedző volt, és kosaras volt régebben, úgyhogy ennek hatására én is hozzáváltam. Ez hobbiként indult, most már kicsit több, mint hobbi, de még mindig ugyanúgy érzem. Nagyon szerettem, minden labdajátékot nagyon szeretek, és a kosárlabda az adottságaim is megvannak, és nagyon szeretem is csinálni. Az általában 2-es és 3-as posztokon kosarazó Máté a Budapesti Honvéd Sportegyesületet erősíti. Ennek nincs olyan kifejezett jelentés, mint az irányítónak. Igazából én az alacsonyabbak közé tartozok a pályán, akinek a dolga a pontszerzés, lepattanó, szerzés, védekezés. Ugye volt egy 5-7-es felkészülési edzőtábor, ahol elmentünk edzőmeccseket játszani Portugáliába, Bulgáriába, utána ezt követte egy 10 napos Európa-bajnokság, és szerintem mindenkitől egy elvárás volt, hogy a legjobb 8 közé jussunk,
ami aztán meg is lett, nem mondom, hogy egyszerűen, de meg lett. Utána pedig megkaptuk Romániát, akik ellen egy jóval szorosabb meccset kellett volna játszanunk, de nem jött ki jól a lépés, ezért elvesztettük azt a meccset, és utána már 5-8-ig játszottunk, szóval utána már nem voltak az ilyen dobogó, meg ezek a célok a láthatáron. Az elején volt 3 sima mérkőzésünk, ahol nyertünk 40-30 pontokkal. Utána játszottunk Ukrajnával, akikkel szoros meccsen kikaptunk, mennyivel? 98-al talán. Egy bravúrral bejutottunk a legjobb 8-ba. Azután Romániát elszenvedtünk egy nagyobb vereséget. Ezután már csak az 5. helyet a 8. helyig játszhattunk. Ott utána Portugáliát megvertük, és az utolsó meccsen Grúziától pedig kikaptunk. Szerintem a szervezés nagyon rendben volt, a helyszínek is. Ott egy helyen voltunk a több pár csapattal. Tehát szerintem teljesen jó volt az egész. Jövőbeni terveiről is kérdeztük Reisinger Mátét. A tervem az, hogy idén az NB1-es bajnokságban több játékperchez és stabilabb játékperceket kapjak, mint a tavalyi szezonban, és ahhoz képest szeretnék egy nagyobb fejlődést mutatni. Azt utána mi lesz, azt meg majd meglátjuk. A céltudatosság az nagyon fontos, és sok magabiztosság, önbizalom kell ahhoz, hogy ezeket elérhessük, és nekem ez lesz a legfontosabb, amiben előre kell, hogy lépjek, mert ez az, ami nem volt meg az előző szezonban. Ha Daniel kicsiknek üzent, akkor én üzenek a kicsit idősebbeknek, az U14, U16, U18-as korosztálynak, hogyha ha még nem vagy válogatottban, vagy a közelében, akkor se szabad feladni, mert még nem számít az semmit, hogy 14 éves korodban ott vagy-e, majd csak szépen tovább kell dolgozni, fejlődni, és majd megjön az eredménye. Mindkét U20-as sportoló elmondta, hogy elégedett a kontinens viadalon nyújtott teljesítményével. Jelenleg 29-en ugrálnak rendszeresen a Szuhai Sportközpontban az edzéseiken, ebből 9-en a Kemény Mag a júliusi Európa-bajnokságon vett részt, erről meséltek stávunknak a Jumpers Dombovári Kötélugró Sport Egyesület versenyzői. Most van 8 éve, hogy ugró kötelezek, és 2-szer vettem részt eddig Európa-bajnokságon, és idén hála Istennek Magyarországon került megrendezésre, ezért én is válogatóztam és kijutottam. Kaposváron tanulok, ami Dombovártól 30 kilométerre van, ezért csak egy versenyszámot vállaltam el, mert a sok edzésre nem mindig értem haza normális időben. Egy úgynevezett DDC versenyszámom volt, és 6-ak lettünk a csapattársaimmal. Ennek az volt a lényeg, hogy a közönséget szórakoztatni kellett, és hogy minél jobban élvezze a közönség, ilyen táncos, ugrálásos versenyszám. Még általános iskolába, testnevelő tanárommal kezdtük el ezt az ugrókötelet itt Dombóváron, és ez folyamatosan most már több mint 30 éve. Számomra egy csoda volt, főleg, hogy ott volt a családom, és hát egy nagy élmény volt, hogy nekem szurkoltak, hogy kiabálták, hogy hajrá Magyarország, és én képviseltem az országot ott a pályán egyedül éppen. Szóval nekem ez leírhatatlan örök élmény marad. Én gyorsasági formációba vettem részt vegyesbe, ott 6-ak lettünk, páros duplába, ott 19-ek lettünk, hát és ennyi, végül is ezek a versenyszámaim voltak nekem. Elégedett voltam, igen, én nem vártam olyan nagyon nagy eredményt, dobogót, igazán nem is lett, de magamhoz képest nagyon jól teljesítettem, úgyhogy én nagyon boldog voltam, úgy jöttem le a pályáról mind a kétszer, hogy jó voltam. Hát én első osztályos koromban, ami már 18 éve volt, az általános iskolába, hát elcsaltak edzésre, és ott megtetszett, és azóta űzöm ezt a sportágat. Ez már a harmadik nemzetközi versenyem volt. Voltam egy Európa-bajnokságon 2022-ben, tavalyi világbajnokságon, és idén megint Európa-bajnokságon. Okay. És mit adtál elő? Egyéni és csapat versenyszámokban is szerepeltem.
Három egyéni és négy csapatversenyszámban ugráltam. Kínaiban harmadikak lettünk a nyílt nemzetközi versenyen. Az Európa-bajnokságon triplában második helyzet lettem. Párosban egy nagyateldi lányjal álltunk össze, ott másodikak lettünk. Egyéni szabadon választott gyakorlatban harmadik lettem. A 14 éves Szabó Emília Dombóvári József Attila általános iskola növendéke szintén versenyző volt a kontinens viadalon. 5 éve az egyik barátnőm anyukája szólt nekem, hogy van egy ilyen lehetőség itt, és hogy próbáljam ki, mert hogy nagyon jó dolog, és hogy mennyire élvezik ezt a gyerekek. Nagyon tetszik, igazából nagyon jó sport szerintem, mert minden megvan benne, aminek kell. Kardioedzés is egyben, átmozgató mindent, akár nagyon sokféle versenyszám van, szóval szabadjára lehet engedni a képzeletedet. Vannak a gyorsasági versenyszámok, itt időre kell csinálni, váltott lábbal vagy páros lábbal kell ugrálni, úgyhogy vagy duplán hajtod át a kötelet, esetleg még triplán is. Vannak ebből csapatversenyszámok, egyéni versenyszámok, dupla köteles versenyszámok, ahol kettő hosszú kötélben kell ugrálni, vannak gyakorlatok, ahol ott is szintén van kettő hosszú kötél, van egyéni, ott is, ahol a saját köteletbe kell ugrálni, és ott is van csapatba is, ahol egyéni kötélben kell ugrálni. 3 perces mondanám. Az elég hosszú egy versenyszám, elég fárasztó is, de sok koncentrációt is igényel, viszont szeretnék még Európa-bajnokságra menni. Szeretnék még több érmet elhozni, első helyeket is, meg egyéniben is szeretnék még jobban teljesíteni, és csapatban is. 7 éve kezdtem el ugrókötelezni, előtte is már nem versenysportoltam, hanem szabadidősportot csináltam, és utána én úgy gondoltam, hogy szeretnék versenyezni is, ezért váltottam az ugrókötélre, amit most már 7 éve lesz, hogy csinálok. Én nagyon szeretem ezt a csapatot, nagyon szeretek edzésekre járni, mert mindig más csinálunk, és ez így nagyon színessé teszi az edzéseket, és nagyon szeretek a többiekkel együtt ugrálni. Vannak gyorsasági versenyszámok, amik közül talán a 3 perces az, ami a leginkább így az állóképességünket fejleszti. Ez egy nagyon komoly versenyszám. Nagyon fárasztó tud lenni, és koncentrációt és állóképességet is fejleszt, de simán az ugrálás is, a gyakorlatok, amik 1 perc 15 másodpercesek, ezek is nagyon fejlesztik így az állóképességünket. Főleg így a versenyek előtt szoktunk akár napi többször is edzeni, de egyébként is heti 4 edzésünk van általában, úgyhogy nagyjából azt mondom, hogy minden nap szinte gyakorolunk. Nekem a DDC a kedvencem, amiben most voltunk az Európa-bajnokságon is, és 6. helyezést értünk el. Ez egy olyan tánccal is egybekötött gyakorlat, ami során így hosszú kötélben is ugrálunk, és táncolunk is mellé, és ez így nagyon látványos tud lenni egyszerre. A jövőre most a világbajnokságra én úgy gondolom, hogy a tanulmányaim mellett nem fog beférni, hogy válogatózzak, viszont 2 év múlva így az Európa-bajnokságra még esetleg szeretném megpróbálni a válogatót, remélem, hogy sikerülni fog. Hát annak idején, 30 évvel ezelőtt az unokatestvérem, Balogh Veronika vitt el az első ugróköteles edzésre, és ott ragadtam. Igazából az egész tetszik, nagyon kreatívnak kell lenni, átmozgat minden egyes sportcikát, minden izmot, és a csapattársak iszonyat jók, úgyhogy nagyon szeretek csapatban is együtt dolgozni, illetve de az egyéni versenyszámok is hát felülmúlhatatlanok, úgyhogy mindig lehet fejlődni és fejlődni, és ez az, ami nekem igazán fontos, hogy önmagamat meg tudjam előzni, hogy mindig jobb és jobb tudjak lenni valamiben. 2019-ben hoztuk létre az egyesületet, de már előtte is ugye együtt ugráltunk, és igaz csak csapatként, de úgy is részt tudtunk venni 1-2 versenyen. Itt Dombóváron, a Szuhaj Sportcentrumban vannak az edzéseink, hetente 4, illetve 5 edzésünk van, verseny előtt ez ugye megszokott akár duplázódni is. Az önkormányzat itt térítésmentesen biztosítja nekünk támogatásként a helyet. Jelenleg 29 tagunk van, a tagfelvétel folyamatos, ugye évközben bármikor lehet csatlakozni hozzánk, ebből ugye 9 fő a kemény mag, ugye akik már évek óta igazán versenyzők, és ugye a többiek inkább az utánpótlást képviselik jelenleg. Elég nehéz egyáltalán becsalogatni a gyerekeket,
vagy az érdeklődőket, mert ugye Dombóvár híres arról, hogy nagyon sok sportágban képviselteti magát, nagyon sok egyesület van, ami nagyon jó is, tehát ugye elég sportos a városunk, viszont ugye egyesület szempontjából azért rossz, mert ugye elhalásszák előlünk a gyerekeket, vagy ugye az érdeklődőket, és ugye minden egyes edzésen, ugye, illetve hétről hétre meg kell egy kicsit újulni, ugye újdonságot bevinni, akár eszközszinten, akár ugye feladat szinten, hogy a gyerekek érdeklődését fenn tudjuk tartani, és továbbra is az egyesület tagjai maradjanak. A matrac az, ami elég sűrűn előkerül, ugye az akrobatika és az erőelemek miatt, ugye kézállás, fekvőtámasz, akár ugye kézátfordulás, szaltókhoz ugye ez mind szükséges, hogy ugye egy kicsit biztonságot adjunk ugye a gyerekeknek, hogy ne féljenek kipróbálni, de ezek mellett gumiszalagokat, ugye úgynevezett bendeket, zsámolyokat is használunk rendszeresen az edzéseken. Ugye egy hetes verseny sorozatnak mondjuk ugye ezt az Európa-bajnokságot, mert három részből tevődött össze. Először ugye a nyílt nemzetközi bajnoksággal kezdődött, ami ugye kétnapos volt, majd a junior Európa-bajnokság és ugye az Európa-bajnokság, azaz a felnőtt Európa-bajnokság is benne volt, valamint a legvégén először került idén megrendezésre az úgynevezett DDC európai verseny, ami ugye két hosszú kötéllel való táncos ugrálás tulajdonképpen, és ugye ezekből tevődött így össze az egész hét. Ott az EB-n 9 fővel tudtunk részt venni, 9 fő jutott ki a válogató versenyekről, összesen 16 versenyszámban voltunk jelen, számos érmet hoztunk el, ha jól számoltam, akkor 15 darab érem landolt ugye nálunk, illetve ezen felül több hatodik helyezett, illetve ugye negyedik és ötödik és hatodik helyezett versenyszámaink is voltak, valamint ugye a nagyon kemény Európa-bajnoksági mezőnyben, a középmezőnyben ilyen 14. helyezéseket is, és annál kicsit jobbakat is értünk el. Hát zárásként annyit szeretnék még elmondani, hogy nagyon szépen köszönjük az összes támogatónknak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Önök a Tolnatáj Televízió Dombóvári magazinját látták. Viszontlátásra!